Szeretettel köszöntöm Imre bácsit, Erzsike nénit, a Csige családot és a gyülekezetet, akik összegyűltünk a Jóisten neve megdicsőítésére. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted, és egy különleges alkalomból megengedted összegyűlnünk. Megengedted azért, mert minket is, de nem csak minket, hanem testvéreinket hosszú élettel ajándékoztad meg. Most ebből az alkalomból szeretnénk neked hálát mondani. Köszönetet azért, hogy valamennyiünknek kedveztél, és sokkal jobb az egészségünk, mint azt gondolnánk, és sokkal nagyobb a lehetőségünk, mint amennyit kihasználnánk áldásaidból. Kérünk téged ebben az órában is, te légy velünk. Áld meg hosszú életet megélt testvéreinket, és add, hogy az ő jelenlétük erősítsen minket, hogy még mennyi minden van előttünk, amit tennünk kell egymásért, ismeretlenekért és ismerősökért, családunkért, testvéreinkért. Kérünk téged, áld meg ezt az órát számunkra, áld meg figyelemmel, és add, hogy valamennyien részesüljünk áldásaidból. Mindezt kegyelmed által kértük. Amen. Józsefné, nem találunk rá a köszönő szóra. 70 év, ma már csak emlék, de minden szép a lelkünkben él még, s most ajkunkon a hála csendül érte, adj szárnyakat, hogy trónusod elébe szállhasson, megköszöni mindent, amit adtál, hogy te mindig hűséges maradtál. Egy percre sem hagytad el gyermeked, mindig itt voltál, megtalált tégedet. Milyen kicsi volt az ember, dús áldásod bőséges ölén, csak álltunk tehetetlenül, mint gyermek, az ajándék édes örömén, meg sem értve, fel sem fogva, hogy az atyai szív miért szeret, olyan nagyon, olyan végtelenül, örök újulásban, örökös nagyvágyjal, miért? Miért keres? Ha emberi sorsunk útjain a bánat árnyékként ránk borult, s nehéz szívvel megfáradva jöttünk,
Itt másképpen fájt a fájdalom, mert üzentél, hogy múló az élet, te ragyognak már az örök fények, s a vihar szívünkben elvonult. Ha az örömünket hoztuk lábaidhoz, az imádság környű szárnyakon repült feléd, megszentelted bennünk a jó érzést, hogyha elmúlik, ne legyen vége még. Látjuk, milyen mélyre hajoltál le értünk, s ha a szívünk újra tévedett, megbocsátottál, semmit fel nem róva, nem emlegetve elmúlt vétkeket. Most megremeg bennünk a belső, a másik, aki érzi, hogy méltatlan a jóra. Keresve keressük kegyelmes orcádat, de nem találunk rá a köszönő szóra. S még szegényes hálánk utakat keresve, feléd indulva gyámoltalanul, mintha napba néznénk, úgy ragyog vissza ránk, szeretetet fénye 70 év sugarán, és biztaton a lelkünkre hull. Turmezei Erzsébet verse, csodákra emlékezni jó. Határkőnél hittel megállni, határkőnél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden útunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, mindent tette, csodákra emlékezni jó. Látni, hogy át viharon, vészen, hűmesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen, csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást. Csodákra emlékezni jó. Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, s elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó. Csak te légy velem megváltom, míg itt len élek. Csak te kell lesz, ha majd egykor nálad
Hála a platina mennyegzőért, Vajdai Zita verse. Uram, köszönjük ezt a 70 évet, mit együtt tettünk meg, s veled. Hálával nézzük gyermekeinket, akikkel megajándékoztál minket. 70 év hosszú idő is, meg kevés. Elszállt felettünk, mint a szélvész. De sok volt a harc, a munka, a küzdés. De te adtál erőt, tőled jött a segítség. 70 év együtt, jóban, rosszban. Napsütésben, szélben, viharokban. Te voltál biztos menedék, kőszikla. Köszönjük, hogy nem hagytál el soha. Istenünk, köszönjük a hitet, és Jézust, kiben hitünk szilárd alapot vethet. Köszönjük a pártfogó, vigasztaló szent lelket, hogy tanácsolt, bátorított és vezetett. Köszönjük, hogy együtt hajózhattunk az élet tengerén. Köszönjük a hitet, a szeretetet, a reményt. Köszönjük, hogy nem futottunk zátonyra. Köszönjük, hogy nézhettünk a világító toronyra. Köszönjük a golgotai keresztet, hogy Jézus nékünk megváltást szerzett. Köszönjük az élő reménységet,
hogy majd dicsőségben megláthatunk téged. Köszönjük családunkat és az áldásokat, azokat is, amiket még nekünk tartogatsz. Köszönjük az unokákat, dédunokákat, a születendőket, az utódainkat. Jelentős mérföldkő ez, hol most megpihenünk, és az elmúlt 70 évre visszatekintünk. Előttünk van hálánk, győzelmünk, örömünk, de előttünk van kudarcunk, bánatunk, szégyenünk. Előttünk van, hogy vezettél. Ha csüggettünk, lankadtunk, megerősítettél. Te adtál bátorítást, erőt, reményt, hitet. Te segítettél át az úton minket. Jó atyánk, mindenért téged áldunk. Te tartott kezünkben az egész családunk. Jézus szent vérével tisztogass bennünket, s a keskeny úton a cél felé vezess tovább minket. S most a célegyenesben gerjeszt fel szívünket, hogy a hitünk soha ne fogyatkozzon meg. Szívünkből te védj ki minden kételyt, félelmet, aggódást. Adj türelmet, szeretetet, hogy megértsük egymást. A te mennyei békéddel árassz el bennünket, s a veled való találkozásra készíts fel minket. Utódainkra is te vigyázzál gondot. Add, hogy megértsék, a megtérés fontos. Drága Úr Jézus, te rád bízzuk magunk. Te légy pásztorunk, gyógyítónk, főpapunk. Esedezz értünk, hogy kegyelmet nyerjünk, és a te országodban együtt örvendezhessünk. Amen. Gyulai gyülekezet nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Elsősorban benneteket, Erzsike néni, Imre bácsi, kedves családotoknak minden tagját, akik el tudtatok jönni erre a nagyon szép ünnepére. Köszöntjük a Hajdúböszörményi gyülekezetnek a tagjait és minden más gyülekezetnek a tagjait, akiket most nem fogok felsorolni. Köszöntünk minden jelenlévőt, amikor is a Jóistennek szeretnénk hálát mondani, mert egy rendkívüli eseménynek lehetünk a részesei, amikor Csige Imre és Gajdán Erzsébet házasságának a 70. évfordulóját ünnepeljük. Ők éppen ma 70 esztendeje kötöttek házasságot a Jóisten színe előtt,
és áldott meg a Jóisten benneteket egy ilyen hosszú élettel, és sok-sok áldott tapasztalattal. Ezért kívánunk elsődlegesen a Jóistennek hálát mondani. Egy pár szót, akik talán nem ismerjük közelebbről, drága testvéreinket, hadd szóljak őróluk. Imre bácsi 1921. október 24-én született, tehát Imre bácsinak a születésnapja is nagyon közel van a mostani időhöz, úgyhogy őt ezen a helyen a születésnapja miatt is szeretettel köszöntjük. Erzsike néni, ugye lánykori nevén Bogdán Erzsébet, 1927. december 18-án született. Erzsike néni 1947-ben kötött szövetséget a Jóistennel, Imre bácsi 1948-ban, és ugyanabban az esztendőben volt a házasságkötésetek is. Egy különleges tapasztalatról beszéltetek, amikor beszélgettünk az otthonotokban Jutkáéknál, hogy Imre bácsi egy különleges bizonyosságot kapott a Jóistentől azon az alkalommal, amikor először találkoztatok a Hajdúböszörményi gyülekezetben. Ez a különleges bizonyosság arról szólt, hogy a Jóisten valami módon, de az ő tudomására hozta, hogy az a szép fiatal lány, aki a közelében ül, ő volt Gajdán Erzsébet, ő lesz az ő hűséges házastársa és segítőtársa a Jóisten kegyelmében. A Jóisten színe előtt, ahogyan ezt már említettem, 1948. október 7-én pecsételtétek meg közös döntéseteket, és kötöttetek házasságot. Egyetekből három gyermek született a Jóisten, három szép, hűséges gyermekkel áldott meg benneteket. 1950. szeptember 7-én született Erzsébet, 1951. november 10-én Imre, és 53. december 17-én Judit. 6 unokátok született: Gedeon, Nóra, Angéla, Imre, Szabolcs, aki sajnos fiatalon elhunyt és nem lehet itt közöttünk, illetve Eszter. 5 déd unokának is örvendhettek, ez is a Jóistennek gazdag ajándéka: Benjamin, Péter, Dániel, Gábriel és Dorián. Családotok, akiket felsoroltunk, és mindenki más, nagy szeretettel köszönt benneteket, és hálás az Úrnak éltetek, a ti szeretetetekért és hűségetekért. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ilyen hosszú élettel áldott meg benneteket, és azért is, hogy egymáshoz, illetve a Jóistenhez is ilyen kitartó hűséggel ragaszkodtatok hosszú évtizedek óta. Egy bibliai ígét szeretnék idézni, amelyet én valószínűnek tartom, hogy ti tapasztaltatok életetek hosszú során keresztül. Ez az íge Prédikátor könyve 4. fejezet 12. versében olvasható. Ennek is csak az utolsó mondat részét idézem, amely a következőképpen szól, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. A hármas kötél sokkal erősebb, sokkal szilárdabb és stabilabb dolog, mint egy kettes vonat, vagy pedig egy szál egyedül egy magában. És ezt valószínű, hogy ti is tapasztaltátok, hiszen az életetek nyilván nem csak örömöt tartalmazott, hanem sok-sok küzdelmet, törődést, aggódást és szeretteitekért, egymásért is, megélhetésért is. De az, hogy ha kettőtök frigyében ott volt egy harmadik, aki nem ezen a földön született és betolakodó lett volna, hanem egy olyan harmadik, aki felülről szeretett benneteket, óvott benneteket és irányította az életeteket, és aki előre megígérte, hogy harmadikként, láthatatlan, de valóságos harmadikként fogja kezeteket, azt a kezeteket, amellyel egymásthoz ragaszkodtok, pedig ő fonja egyre szorosabbra. Jézus Krisztusról, a mi szerető szívű megváltónkról van szó. Ő volt, akit magatok mellett tudhattatok 70 esztendős házasságotok alatt. Ez egy olyan üzenet Prédikátor könyvében, amely segítséget jelenthet minden házas párnak. Hogyha küzdelmeken is megyünk át az életünkben, de ha arra valakire tekintünk, aki harmadikként, stabil harmadikként, segítő harmadikként kíván mellettünk állni, és őtőle kérjük a segítséget, akkor ő ezt a segítséget és áldást valamennyünk számára megadja, megszilárdítja közösségünket, megsegít bennünket abban a szolgálatban, amelyet családunkért végezhetünk.
Ez egy olyan üzenet, ami akkor is szólhat nekünk, ha esetleg előtte állunk a házasságnak, vagy esetleg a párkeresés időszakában vagyunk. Hiszen Isten azt mondja, hogy ha abból a szempontból keressük a mi társunkat, és hívjuk Isten segítségül, hogyha megtaláljuk az igazit, akkor szeretnénk egy hármas kötélben, egy szilárd hármas fonatban együtt élni a szerettünkkel, akkor Isten előre biztosít bennünket arról, hogy ez a házasság nem csak e földi létre köttetik meg, hanem szilárd fonatként, szilárd kötelékként folytatódhat majd Istennek az országában, az örök országban. Ha Jóisten, drága Erzsike néni, Imre bácsi ezt nektek is megígérte, hogy nem csak egy pár évtizedig lehettek egymás mellett, hanem majd, amikor az Úr Jézus visszatér az ég felhőin, akkor, amikor feltámadtok, házastársként feltámadva, egymás kezét foghatva, az örökös ifjúság áldásait élvezve, tapasztalva, élhettek megváltótok és egymás örömére. Ez a reménység bátorítson és erősítsen mindnyájunkat. Isten olyan szövetségekhez kíván segíteni bennünket, legyen az házastársi szövetség, legyen az a magával az Istennel megkötött szövetség, amely nem csak múlandó lét pár évére, évtizedére köttetik, hanem az örökké valóságra. Az egymással megkötött szövetség, ha hűségben telik, és ha Isten jelen van életünkben, folytatódhat Isten országában. Az Istennel megkötött szövetség úgy szintén folytatódhat Isten országában. Milyen csodálatos az, hogy Isten olyan szövetségekhez kíván segíteni bennünket, amelyek nem ideig valóak, amelyek segíthetnek bennünket túlnézni ennek a földi életnek minden egyes terhén és nyomorúságán. Ez volt az a szövetség, amit 70 esztendővel ezelőtt megkötöttetek, és ez az a szövetség, amelyet ma ünneplünk, és amelyet ti 70 esztendő múltán is szeretnétek megszilárdítani, megerősíteni, hiszen most is házastársak vagytok, most is férj és feleség vagytok, most is fogjátok egymás kezét. Olyan jó volt látni, ahogy jöttetek itt be, és ahogy Erzsike néni, te is, miközben nehezen tudtál helyet foglalni, elnézést, hogy ezt mondom, de mégis nem magaddal törődtél, hanem hogy Imre hogy jön, vagy Imre hogyan tud megfordulni, hogyan tudunk neki segíteni, hogy helyet találjon. Olyan jó volt látni ezt, és olyan jó lenne, hogyha ezt az egymásért való törődést, ezt a szeretett szolgálatot mi is látnánk, és mi is vágynánk, hogy a saját életünkben mindez kiformálódjon. Ehhez viszont arra a harmadikra van szükség, aki Prédikátor könyvében is megszólal. Arra a harmadikra, aki teremtett bennünket, aki fenntart bennünket, aki megváltott bennünket, és aki kísér életünk minden egyes napján. Korintusi második levél 9. fejezet 15. versét szeretném idézni befejező ígeként, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ez egy olyan íge, amely egy olyan íge szakasz után hangzik el, ahol Jézus Krisztus van a középpontban. Ahol egy istenfélő ember, Pál apostol beszél a Krisztussal való kapcsolatáról. Beszél arról, hogy ő hogyan látja az ő üdvözítőjét. Beszél arról, hogy az ő szolgálat alapján Jézus Krisztus hogyan segítette őt, és hogyan segítette mindazokat, akiket Pál is szeretett volna szolgálni. És minden áldásért. Ezt mondja, hogy az Istennek legyen hála. Mert ő egy olyan kimondhatatlan ajándékkal áldott meg bennünket, aki örök sziklaként, menedékvárként mellettünk áll. Aki, ha kell, tanácsol bennünket, aki, ha kell, vigasztal, aki, ha kell, az örömünket megsokszorozza. És épp ezért szeretném ezzel az ígével zárni az ígehirdetés felé közeledve a gondolatokat, hogy legyen hála mindnyájunk szívében azért a Jézus Krisztusért, aki harmadikként most is ott van Erzsike néni és Imre bácsi mellett, aki harmadikként megszilárdítja őket, és segíti őket, hogy egykor az örökké valóságban is együtt lehessenek. Legyünk hálásak Istenért, legyünk hálásak Jézus Krisztusért, aki itt van ebben a teremben, aki itt van a mi életünkben, aki szeretne segíteni mindnyájunkat ahhoz,
hogy egykor az ő országának is polgárai lehessünk. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mielőtt imádkoznék az én drága testvéreimért, és ebben fennállva vennénk részt, egy rövid versrészletet nekem is engedjen meg a gyülekezet, és engedjetek meg nekem, Erzsike néni és Imre bácsi. Egy számomra csodálatos versnek az utolsó két versszakát fogom idézni. Sajnos nem tudom, kívülről pedig egyszerű, de felolvasva is talán áldást jelenthet mindnyájunk számára. A költő Ady Endre, és a versnek az a címe, hogy Őrizem a szemed. Az utolsó két versszak a következőképpen hangzik. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddig maradok meg még néked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemedet. A Jóisten segítsen benneteket, hogy ilyen szeretettel és odaadással vigyázzatok egymásra, úgyhogy a szemetek nem csak egymáson, hanem a ti megváltótokon is ott van. Kedves gyülekezet, álljunk fel, Erzsike néni, maradjatok ülve, és imádkozzunk, és így adjunk hálát Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mindenható Istenünk, mennek és földnek teremtője, te, aki annyira szeretsz bennünket, hogy ott vagy életünk minden egyes pillanatában, és akkor is keresed velünk a kapcsolatot, amikor talán elfelejtkezünk rólad, vagy nem vesszük észre a te áldásaidat. Most azért fordulunk hozzád, hogy légy mellettünk, és segíts, hogy a te jelenlétedet mi úgy érzékeljük, hogy tudatosan tudjuk kimondani mindazt, amit Pál apostol idézett fel a mi számunkra, hogy néked legyen hála minden kimondhatatlan ajándékodért. Hálával fordulunk hozzád, hogy Erzsike néni és Imre bácsi megismerhetett téged, és megismerhették egymást. Hálásak vagyunk néked, hogy az ő életüket te vezérelted úgy, hogy találkozhattak, és az ő szívükben ki tudták mondani kölcsönösen a döntést, hogy ő az én szívem választottja. Hálásak vagyunk azért, hogy Imre bácsinak már előre kijelentetted azt, hogy Erzsike lesz az én feleségem, és hálásak vagyunk néked azért, hogy Erzsike néniben is munkáltad az érzést és a döntést, amellyel elfogadta Imre bácsinak a közeledését, udvarlását, és azt, hogy őt feleségül kérte. Köszönjük Istenünk a gyermekeiket, az unokáikat, a dédunokákat. Köszönjük azt, hogy őket is sok-sok szeretettel és törődéssel áldottad meg, és köszönjük, hogy ők itt jelen lehetnek, és a jelenlétükkel is kifejezhetik a megbecsülésüket, a hálájukat, néked elsősorban, Istenünk. Urunk, látod Imre bácsiéknak a hajlott korát, látod az ő egészségi állapotukat, de látod az ő elkötelezettségüket, hogy betegen, idősen is, ők szilárdan állnak melletted, és szilárdan állnak egymás mellett. Áld meg őket az ő ragaszkodásukért, áld meg őket az ő szívükbe táplált hitért, áld meg őket azért a szeretetért, amellyel viseltetnek egymás iránt, az ő családjuk iránt, és elsősorban irántad, Istenünk. Munkát kérünk az ő szívüket, hogy ők felkészülhessenek a veled való találkozásra, és majd egy örökké valóságon keresztül is, ha te gyermeketként élhessenek ott, ahol nem lesz bánat, fájdalom, gyász, kiáltás, ahol örök élet és örökös boldogság lesz tapasztalható. Áld meg az ő családjuknak minden egyes tagját, hogy ők is ott lehessenek majd ebben a világban. Légy mindnyájunkkal, Istenünk, akik itt vagyunk ebben a gyülekezeti teremben, akik néked adunk hálát, akik hozzád fordulunk, és a te segítségedért könyörgünk, hogy légy mellettünk, segítsed életünket, hogy bárcsak mi magunk is annak az országnak az megajándékozottjai lehessünk, ahol örök életben és vég nélküli boldogságban lehet osztályrészünk. Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál, köszönjük, hogy hozzád fordulhattunk, és köszönjük minden áldásodat Jézus Krisztus nevében. Amen.
A gyulai gyülekezetnek a nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, és a Jóisten gazdag áldását kívánom életeteket. Minden bácsi drága, Jóisten adjon neked nagyon sok erőt és hitet és kitartást a továbbiakban is. És mindezek után a körünkben tartózkodó hajdúböszörményi gyülekezetnek a tagjait kérném, hogy a magatok részéről is köszöntsétek a mi testvéreinket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm legelőször Imre bácsit és Erzsike nénit, és akik itt jelenlevők. Készültünk egy kicsi kis szolgálattal. Legelőször egy történetet szeretnék elmondani. A hajdúböszörményi gyülekezetben mikor oda kerültem, akkor Imre bácsi és Erzsike néni még aktív tag volt, és nagyon sok történetet hallottunk a háborús időkről. Igaz, Imre bácsi? A háborús időkről, amikor a Jóisten megmentette kilátástalan helyzetből. Hát mert bőven volt belőle. Erzsike nénitől soha nem fogom elfelejteni a szikes földnek a történetét. Amikor kiosztották a földet. És szikes volt az a föld, és hát gúnyolódtak, nevettek, megszólták a szomszédok a Erzsike néniéket, hogy ebből a földből semmi nem lesz. És Erzsike néni azt mondta, hogy mit tetszett mondani nekik? Na, mi emlékszünk rá, meglássátok, imádkozunk, és több fog teremni, mint nektek. És hogy volt? Én úgy emlékszem, hogy azt mondta Erzsike, hogy akik beszállították a terményt, második legjobb, vagy legjobb term. Így van, és a Jóisten megáldotta őket. Hiszem azt, hogy a családjuk körében is nagyon sokat imádkoztak a gyerekekért, a mindennapi kenyérért, mert nagyon nehezen keresték a mindennapi kenyeret. Én elhoztam egy kedvenc történetemet, amit Móra Ferenc írt, és egy olyan családról szól, akik ugyanúgy imádkoztak a mindennapi kenyérért. Most úgy hallgassátok ezt a történetet, hogy mondjuk az édesanyja az Erzsike néni, és az édesapa pedig Imre bácsi. Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Volt olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagyúr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak éhkoppot nyeltünk. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, háromfélét. Kenyeret, héját és bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna kenyérrel kolbászkát, mint héját vagy bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. Nagy úrám, a kolbászka csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a Jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, amikor a Jóisten először felejtett el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz vacsorára, újságolta édesanyám. Azám, csak hogy a pecsenyéhez nem kellett bicska, kertész pecsenyének a sültököt csúfolta a szegény ember. Jó étel annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám, most már a kenyér is nagy úr lett, elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt. Mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk. Éhesen ődölögtem az utcánk gyepes árokpartján, amikor a gazdag hamar heverni rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te, fiúcska, szaggass a libácskámnak kis papsajtfüvet ott az árokpartján!
Szép, kövér levelű papsajtok bodorogtak ott, a levelüket megszeptem a libácskáknak, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal, nagy karé fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem, de én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyére, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamba, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek, inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondta fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már, mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplő neve volt. Nem rossz étel, ha az ember jól megsózza? Hanem tudod mit? Törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből? Hanem azt én már nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után, csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg magatok, engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kem félteni, apja, erősködött anyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is áld az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtot is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mén bele az öreg fogam, fiacskám. Még akkor is a sajtot majszoltam, amikor az édesapám hazaért a szőlőből, vígan csóválta meg a tarisznyát. Talált ki cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan? Talán fűrjecskét. Ugrottam elé lelkendezve. Többet érez annál, nagyobb ritkaság az. Ragyogott a szeme édesapámnak, s kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset. Nézd el, madár látta kenyér. Tulajdon az a karai kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkoztunk. Amen. És szeretnénk köszönteni Elzsike nénit és Imre bácsit. Gondolkoztunk, hogy milyen nagyon személyes ajándékot tudnánk elhozni, ami hazai, ami böszörményi. És eszünkbe jutott, hogy volt egy mondása Imre bácsinak, hát reméljük, hogy még mindig emlékszik rá, hogy Imre bácsi, ki tartja az órát? A szem. Hát ha itt nem tetszik fogni, hoztunk is egy ajándékot, most már nem az a szem tartja az órát, hanem Imre bácsi. Ugyanis elhoztuk a beszörmény évek óta, évtizedek óta a gyülekezet falán függő egyik órát, és most már Imre bácsi fogja tartani. Imre bácsi, ez az óra, ami a szószékkel szembe lógott már le 50 év a falon. Nagyon köszönjük szépen. Na hát, ilyen kedves Elzsike néni és kedves Imre bácsi, én nagyon örülök, hogy a helyesen második a földrágítani, és találkozhatom Elzsike néni kedvére. Imre bácsi mindig úgy köszöntett bennünket, hogy köszöntelek titeket Jeruzsálembe. Tetszik rá emlékezni Imre bácsi? Hogy ez volt a köszönése Imre bácsinak. Én is hoztam egy közösen beszélgetést Szedtünk egy kis diót. A diófánk gyülekezetben még mindig él. Igen. A közel 40 évig szedtük el közösen, így az őszi időtájban,
mindegyik pillanatban sütöttünk belőle, és közösen elfogyasztottuk a gyülekezetet. Ezt most szeretettel köszönöm tőle. Kiváltság nekünk is, hogy itt együtt ünnepelhetünk, halljuk az örményről. És én is tudnék egy dolgokat mondani, nagyon sokat. Majd a szünetben el tudom mondani. Most pedig ezt a szimbolikus tortát, a Biblia tortát, ez a tehát kiemelt, nem az égazi szentírás, úgy, mint a ti alkalmatok. De mégis azt szimbolizálja. És fogadjának hálát jeléül az Úr Jézus szeretetével és a hajdi közönményi gyülekezetnek szeretetével. Kívánjuk ezt átadni. Kedves testvéreim, én nem igével készültem, Cingota testvér azt megtette helyettem, és bölcsebbek, mint én. Viszont két dolgot szeretnék elmondani egyrészt a gyülekezetnek, másrészt felétek, szeretetből és hálából. Az egyik, hogy Erzsike néni és Imre bácsi lévén a hajdúböszönyei gyülekezetben a csige név már szállóigévé vált, és ez szerintem így is marad mindörökre. Főleg télen. Tudjátok miért? Imre bácsi, miért emlékszünk oly gyakran télen a csige névre? Két dologból, két alkalommal szoktuk említeni. Ha kellemes meleg van, akkor azt mondjuk, hogy csige is meleg van. Ha nincs kellemes meleg, akkor azért, hogy most nincs csige is meleg. Így van, ez a másik része, hogy egy jó hír, amit Cinkota testvér már említett. Persze van, akiknek nem jó hír. Tudom, hogy nektek az, hogy ez a 70 év, az csak egy csöpp volt az óceán vizében. Igen. És az Újföldön folytatódik, és az Új Jeruzsálemben kívánom, hogy mindannyian ott legyünk. Amen. Veletek együtt. És hozzuk az egész gyülekezet, tagnak az üdvözletét. Köszönjük szépen, átadjuk nekik. És kívánom minden jót, Isten gazdag áldását. Köszönöm. Istennek drága gyermekei, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek. Amen.